A díjazottak közösségünk példaképei, életútjuk és munkájuk azt bizonyítja, érdemes a városért dolgozni, hangsúlyozta Hájó Zoltán polgármester. A ProUrbe díjjal jutalmazott Németh Margit nyugalmazott pszichológus egyetemi oktató munkássága is példaként szolgálhat. 17 évig volt a helyi pedagógiai pszichológiai tanácsadóközpont igazgatója, pszichológiát oktatott és jelenleg is tanít. Úgy érzi, hogy mindegyik tevékenységének volt értelme. Az volt mindig a legnagyobb érdem számomra, hogyha valakinek segíthettem abban, hogy éppen egy összegubancolódott élethelyzetét meg tudja oldani. Én a pszichológiának azt a nagyon tudományos, elvont nyelvezetét megpróbálom lefordítani hétköznapi nyelvre. És arra törekszem mindig, hogy megmutassam nekik azt, hogy az, amit az elméletben tanulunk, az a gyakorlatban mit jelent. A díjazott közéleti szerepet vállalt a Csallóköz barátainak körében, valamint a szerdahelyi kaszinóval bekapcsolódott a Szent György napok szervezésébe. Számos más területtel is foglalkozott. Mindig találtunk olyan területet, akár a történet, Dunaszerdahelyi történetének a feldolgozása. És az összes többi dolog, amit csináltunk, az mindig olyan volt, hogy az még valahol úgy hiányzott a város életéből, és akkor kipótoltuk ezeket a hiányokat. A koronavírus járvány a díjátadóra is rányomta a bélyegét, ugyanis a város kiváló személyiségeket vesztett el. Ezek egyike volt Huszár László, a Felvidéki Magyar Kultúra Szervezés jeles alakja, aki a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatójaként tevékenykedett. Éltetője volt több országos rendezvénynek, mint például a Dunamenti Tavasz. Elindította a Felvidéki Értéktár mozgalmat is. Nagy megtiszteltetés számunkra, és igazán megható volt, hogy a halála után is így emlékeznek apukára, őrá, személyére és a munkásságára is, úgyhogy köszönettel elfogadtuk ezt a In Memoriam ProUrbe díjat, és örültünk, hogy emlékeznek rá, hogy felmerült a neve, hogy megkaphatja a díjat, hogy fontos volt ennyire a munkája itt a városban is, és hát igazából az egész szlovákiai magyar kulturális közegben. Ő egy országos intézmény igazgatója volt, ami több más csemadok és egyéb más kulturális szervezettel összekapcsolódik. Tehát igazából az ő feladatuk és felelősségük és a céljai között van, gondolom, ennek a munkának a folytatása. A koronavírus áldozata lett Kornfeld Tibor is, aki az egyik legnagyobb formátumú régi dunaszerdahelyi volt. Megjelent a Volt egyszer egy zsidó város Dunaszerdahely című könyve, valamint adatbázist készített a zsidó temetőről. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy a zsidó közösség felavatta a 3000 áldozat nevét tartalmazó holokauszt emlékművet. Az elismerést, csak úgy, mint édesapja, már nem élhette meg. A nagyapám 11 évek ezelőtt kapott ilyen díjat, most a édesapám, úgyhogy látjuk, hogy ez a város nagyon megtiszteli a családunkat, mi is természetesen dunaszerdélyek vagyunk, itt születtünk, és itt élünk, és ez a mi városunk. A szocializmus időben volt nagyon sok olyan, főleg fiatal zsidó, de nem zsidó is, aki emigrált, de édesapám mindig itt maradt, és nem gondolkozott nagyon ezen, mert Dunaszerdahelyt szerette, mindig kitűzött maga elé valami célt. Óriási segítség volt, ha most a könyvről beszélünk, hogy a sok nem zsidó barát, ismerős hozták a képeket, az emlékeket, hogy meséljenek, mire hogyan emlékeznek Dunaszerdahelyen. 2021-ben a város díszpolgára címre nem érkezett jelölés, nem adták át a Pro Juvenis díjat sem, amelyet fiatal tehetségek érdemelhetnek ki.